Bizsit a meglepetés. Meg kell zavarodni. Bács már jó reggelt! Jó reggelt! Szevasztok! Szevasztok, srácok! Üdv! 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 Boldog hétfőt! Remélem mindenkinek remekül telt a hétvégéje. Igyekszünk majd olyan dolgokról beszélni a mai nap folyamán, amik nem feltétlenül kapcsolódnak azokhoz a fantasztikus dolgokhoz, amik ugye itt szóváltásba kerültek a hétvégén. Úgyhogy arra nem koncentrálunk, mert az not cool. Not cool. Na jó! Nem tudom pontosan még, hogy hogy fognak alakulni így a mai témák. Mesélek nektek majd az útról nagyjából milyen volt, mert volt egy pár nagyobb vicces dolog ezzel kapcsolatban. Na. És egyéb hétvégi élményeinkről. De, Jani, hogy telt a hétvége? Kezdjük ezzel neked. Nekem nagyon chilles volt. Tényleg. Végig játék volt, család, játék, meg kutya. Ennyi. Na, hát ez végül is gyakorlatilag egy ilyen szerencsomag. Néztem egy tök jó filmet. Milyen filmet néztem? Spanyol filmet. Mondjad a filmet, mert utálják, mikor a filmről beszélünk. Mondjad. Tudom. Engem érdekel. De nem, de viccen kívül látom egy nagyon jó spanyol filmet, srácok. Az a címe, hogy The Invisible Guest. Soha nem hallottam még róla. Nem? Nem volt más? Viccen kívül nézd meg, Pist. Kúrva jó okay. Film. Milyen, mi a műfaja? Ilyen, hát krimi. Spanyol krimi. Spanyol krimi? Hallod? Úristen, mi a szar? Most... Én komolyan mondom neked, én is úgy álltam az, hogy de most tényleg. És végig spanyolul beszélem benned. Spanyol krim, Inez elveszett. Tehát, de nagyon what? Jó. Na mindegy. Nagyon jó a sztori. Kicsit klisésen indul az egész, de amúgy wow. Nagyon durva volt. Úgyhogy nézzétek meg, hogyha valakit érdekel. Nagyon király. Aha. Oké. Okay. Ilyen nagyjából a sztori úgy néz ki, hogy van egy végtelen gazdag csáv, aki ilyen tech guru, tehát Spanyol tech guru, ugye ez? De várj egy kicsit, szóval az olyan, hogy ilyen világcége van, valami tech, nem tudom mi. És ő Elon Iglesias. Elon Iglesias, így van, és nagyjából arról szól, hogy megcsalja a feleségét. Hát hogy lehet ez? Igen. És a szeretőjével, amikor van, akkor történik valami olyan dolog, ami nagyon nem kellett volna megtörténjen, és ebből alakul ki az egész film, de iszonyatosan jó. Nézzétek meg, én annyira pozitívan csalódtam, hogy hihetetlen, azért mondom nektek ennyire. Nagyon durva volt. Nem bírtam érivel, úgy. Ez nem ilyen... Izaura tévém volt. De szerintem ott láttam, amúgy nem, 100%. Nem. Amúgy nem tudom, hogy hol lehet felelni, de minden esetre megjegyzem. Nézzétek meg. Akkor azt mondtad, hogy jó. Jó cucc, tényleg jó cucc, ja. Nagyon király, nagyon király. Ezen kívül ugye elvesztél a konzolban, amiben nem szoktál. Igen. Alapvetően elveszni. Én Xboxoztam a hétvégén. Ez nagyszerű. Ez egy ilyen új szokás. Örülök neki egyébként, hogy így felvetted ezt a szokást, pont azzal egy időben, hogy ugye most már billentyűgerrel is lehet játszani. Hát mindegy. Már... De ja, igen. Úgyhogy ugyanúgy kanapéról. Persze. Persze, még csak azt hiszem Warframe. Meg még valami, de majd jön a támogatás. Jön. Jön a támogatás, végre. Mozi cheater vagy. Na mindegy, nem ez a lényeg, alig várom. De örülök neki, hogy a konzolba is bele nyaltál, meg ilyen. Mit nyomtál, kész, ennyi van vége a streamnek. Nem megyek bele. Előfizettem a... már megkérdezték, nem? Ja, igen, tényleg. Igen? De az annyi, hogy előfizettem a Game Pass-re, ami szerintem kurva jó, de nem reklámam úgy, de tényleg kurva jó cucc, 100 játék van, havi 3000 forint, és elsősorban most az első hónap 300 forint, szóval így... Úristen! És 300-ért mit nyomtál? Nekem a Halo a kedvencem, azzal játszottál, te geci? Ha? Nem? Jó, hogy fasz vagy? Nem éloztam. Nagyon jó. Kár pedig az jó. Fasz a cucc. Na, örülök neki, és akkor, de azzal a... Tehát a Gold-ra külön kell előzni. Az más, persze. Meg az E-Access is más. Hát, ugye mindig külön van. De az E-Access az elég olcsó ahhoz képest. Az a fele. Tehát 1500 forint. Egy hónap. Az E-Access. Aha. Ja. Tök mindegy, arra ne fizess elő, mert azokat úgyis PC-n játszunk, mint teljesen lényegtelen. Úgyhogy erről ennyit. Na, szóval ez nagyon király. Nekem ugye volt csütörtök pénteken ez a kis röppenés, ugye csütörtök reggel mentem el, és pénteken estére már haza is jöttem. Yes. Igazából, srácok, az utazással kapcsolatban nem igazán voltak problémák, maradjunk annyiban, hogy a crosswind, a szél az most is nagyon durva volt, odafele és visszafele is. Tehát gyakorlatilag kilincsel erőre szálltunk le, oda is és vissza is. Én nem tudom mi van, de már tököm tele van ezzel, de nagyon durván. Érted? Nyilván nem a pilóták hibája, hanem a mocskos szélé, de valami félelmetes egyébként, hogy ez hogyan működik. Tehát gyakorlatilag a gép egy ilyen iszonyat brutális rázásba, halálfélelembe és abba, hogy na most fog ketté törni, akkor kezd csak és kizárólag bele, amikor már kiengedik a hajtóművet. Ja. Addig milyen faszáért repülő innen, halad ki na hajtó, mindjárt leszállunk. Hát amúgy... Hát, ja. Komolyan? Van amíg leszállunk, érted?
Tehát már látom a fut, tehát már látom gyakorlatilag a kifutót. Az a durva, amikor már látod. Érted? A szárny mindig így nyomja. Na mindegy, úgyhogy ez ilyen. De egyébként nagyon durva volt. Nekem ettől ki van nagyon-nagyon a tököm, tehát az valami iszonyat, és mind a kétszer volt ebben részem, úgyhogy undorító volt. Ettől függetlenül nem volt egyáltalán rossz a repülőjárat, mint olyan, úgyhogy jó volt. Továbbra is azt mondom, és nem támogat minket egyetlen utazási iroda se, a Ryanair-ről. Tehát csak a tyúkok hiányoznak. Igen. Igen. És akkor olyan lenne, mint egy indiai busz. Érted? Komolyan, de amikor így felszállsz, akkor az az első ilyen érzés, hogy hol vannak a tyúkok? Így az emberek, meg ahogy kinél. Bózalom, de mindegy, ettől függetlenül viszont maga a gép, egyébként ez csak tapasztalat már nagyon sokat gyára, maga a gép, ugye ez egy 737-es volt, amivel mentünk, magán a gépen egyébként sokkal kevésbé lehet érezni azt, hogy mit csinál. Tehát visszafele vízára jöttem, ami sokkal kultúráltabb, cserébe a gép olyan, hogy gyakorlatilag Jóska bácsi kopogtad az ablakon végig. Tehát mindent hallasz, érted? Minden nyikan, kekjen, aki nem szereti az ilyesmit, azt hagyjuk. Ezek ugye azok a napi járatok, amikre ilyenkor lehet foglalni, amikor ilyen tempós a helyzet. Na mindegy. Szállt a fasza volt, ahol voltam, azzal el voltam, a rendezvény meg állat volt, arról próbáltam nektek minél több mindent elmondani. Majd elméletileg ma, ha sikerül, ma kiteszünk egy videót, amiben Janinak elmesélem ugye az új játékot, hogy mik változtak benne, van gameplay is, megvan, megnéztem, minden oké. Fú, de zsír. Úgyhogy ez is kéne, hogy az mára várható. Gyakorlatilag, ami így extrább, az a pilóta volt visszafelé. Na. Ilyet még nem láttam. Elnézést kérek, tehát Wizz Air pilóta volt, aki pénteken jött vissza a 2 óra 50-es, angol idő szerint 2 óra 50-es járattal. Valamilyen József, a vezeték nevét nem tudtam megjegyezni. Hát, geci. Tehát én imádom, amikor valaki élvezi a munkáját, de komolyan. Imádom. A csávó élvezte a munkáját. Olyan volt, mint egy igazi jókedvű buszsofőr, és ez most nem a negatív értelemben, végpofázott. De olyanokat, hogy megvadulsz. Érted? Hú, mint az állat, aha. Hát gondolj vele, hogy repülünk, érted, Németország felett, és így egyszerűen megszólal, na, kedves fiúk és lányok, így. Most elmondok néhány utazási információt azoknak, akiket érdekel. Tudod, így. Torbály, veszem le a fülest, mi van? Nézem, most megyünk el a nem tudom én a Rajna fölött, érted? Ami egyébként fogadok, hogy mindenki kinézett, este van, nem látszik, tudod így, érted? Másodpilótámra Attilára bíztam azt a két gombot, amit még most se találom, eddig ezeket a dolgokat elmondom, úgyhogy van egy olyan 5-10 percünk. És így mesél, és ez volt komoly, és ha valaki ismeri, nyugodtan mondja meg, hogy én szeretem, amikor ezt csinálják. De komolyan, és ezt így. Megpróbáltam, többet nem idézek tőle, mert a többit nem tudom pontosan idézni, de ez a kettő, ez majdnem pontos volt. Érted? Ez durva. Halálos durva, de érted? Tehát amikor mielőtt felszálltunk, mondta, hogy a 26-os kifutópályáról fogunk nyugati irányba felszállni, a 26-os kifutópálya az innen a taxitól számítva a 26-os. Tudod, meg így, és így. Mi van? És így, de egy frankon, és nagyon-nagyon aranyos volt, és én nagyon-nagyon jókat nevettem, és mikor leszálltunk, is nagyon kedves volt tényleg, és szerintem ez egyébként hozzáad egy ilyen 2,5 órás járathoz, hogyha, mit tudom én, például valaki ritkán repül és fél tőle, vagy ilyesmi, meg információ szinten is tök jó volt, mert elmondta a magasságot, hogy hol járunk, mikor Németországban voltunk, akkor már csak valami 40 perc volt az útból, vagy 45, és elmondta, hogy na akkor most itt vagyunk, és akkor gyönyörűen elmondta, hogy 20 perc múlva Prága fölött leszünk, és 20 perc múlva Budapest fölött leszünk, és akkor 20 perc múlva elereszkedünk, azt leszállunk, és így rendesen tudtad, hogy mi a helyzet. Úgyhogy nagyon-nagyon kedves volt. Mondom, valamilyen József a neve. Innen is üdvözletem neki. Állat vagy. Tényleg állat. Szóval mondom, az ilyenek mindig ilyen kis pluszok egyébként. És én megmondom őszintén, hogy ilyen formális, informális információkat csak kontinensek közti járaton tapasztaltam. Tehát ilyen 12 órás járaton van olyan, hogy mit tudom én, a pilóta beszél egy 5 percet arról, hogy éppen hol vagyunk, meg hogy mi a faszom, ez egyébként szerintem tök király. Úgyhogy, meg azzal sosincs baj, hogyha valakinek jó kedve van, miközben dolgozik, én nem tudom, hogy vagytok vele, de engem megnyugtat egyébként alapvetően, hogy valaki szereti azt, amit csinál. Az tényleg tök jó. Na, ez nagyon ritka amúgy. Olyannal már találkozunk, amikor jöttünk vissza, azt hiszem, Svájcból, hogy tudod, ott is elmondták, hogy most épp hol vagyunk. Igen, de ennyi. De ott nem volt semmi fán, vagy ilyenek, csak így elmondták. Nem, fanolás nem volt. Tehát két eset volt szerintem. Az egyik az, jó, az szerintem általánosabb, tudod, hogy mit tudom én, mondta, hogy most itt a Grand Canyon, meg mondta, hogy akkor jó, most keletre igen, itt igen. Van ez, meg az, amiket lehet nézni, az az egyik. A másik, ami nekem ilyen abszolút pozitív volt. Emlékszel, amikor
nem tavaly, hanem tavaly előtt, mikor először voltunk az Acer New Yorkon, igen, és jöttünk haza. Akkor úgy jöttünk, hogy, hogy New York, Madrid, Madrid, Madrid Budapest, Madrid. És a New York Madridnál, mikor Boston fölött kijöttünk, akkor volt olyan turbulencia, hogy én mint egy pókolyan voltam, Getz. Érted? Tehát az elégében ott ültem mellettem. Nem. Visszafele nem volt. Nem, szerintem visszafele nem ültél mellettünk. Nem. Na mindegy, én ki voltam támaszkodva minden irányba, de nem úgy, ahogy az elejáratokon, annál sokkal durvábban. És az a lényeg, hogy akkor volt ilyen nagyon, tehát ilyen nagyon klassz, hogy ugye fokozatosan elmondták, hogy oké, most már ez tényleg szopó. Mármint így, tehát tudjátok, erről már meséltem nektek. Tehát amikor így mondják, hogy turbulencia váratok, kacsolják be őket. Érted? De hát az jó, ezek nem ülnek. Érted? Azok bírják. A cuccot te meg becsatolod. És akkor utána mondják, hogy most megkérném az utaskísérőket, hogy ők is üljenek le és kapcsolják be az övet. A kurva életbe. És akkor így fokozatosan elmondták, hogy nagyon szar, és ott például nagyon rendes volt a pilóta, mert tényleg nagyon rázott a gép. És végben beszélt, és őt erre senki nem kérte, és elmondta, hogy nem kell beszarni, elmondta, hogy ennél sokkal durvábbat ki kell bírjon a géptest, elmondta, hogy nyugodjunk meg, hogy ez teljesen normális, és még azt is elmondta, hogy belenyúlnak a robotpilótába, és megpróbálnak manuálisan valamennyit finomítani azon, hogy ne a plafonról kelljen összekaparni az utasokat. És ez egy nagyon-nagyon kedves dolog volt tőle, és szerintem nagyon fontos, mert ez például egy olyan élmény volt, ami mondjuk mit tudom én hány repülés után, most tapasztaltam én például először, hogy ennyire durva volt valami, mármint akkor. Úgyhogy nem tudom, én nem akarok üzenni a pilótáknak, de egyébként alapvetően nagyon sok mindenkit megnyugtat, hogyha beszélnek. Amúgy igen. Tehát mikor olyan hangja van valaminek, mint ami ketté akar törni, valamint a legdurvább hullámvasútnál ötször durvább egyébként az élmény a székbe, akkor hogyha annyit mondanak, hogy nyugi, minden ok, az úgy már úgy nem rossz. De mikor mindenki kussol, akkor az úgy... Na most olyan, mi? És amúgy sokszor találkozunk ezzel. És akkor nem tudom elképzelni, most azért nem pofázik, mert a harmadik karjával is a botkormányt rángatná legszívesebben az utastérbe, vagy a pilótafülkébe, vagy ugye ura a helyzetnek, semmi gond. Érted? Annál jobb, hogyha inkább elmondják, hogy mi a helyzet. Legalábbis én úgy gondolom. Ja. És én most nem azt mondtam, hogy zavarják az utasokat megállás nélkül valami fassággal. Nem. Kizárólag arról beszélek, hogyha valami olyan információ van, mint például ez, akkor azt mondják el, és szerintem ez egy nagyon kedves dolog alapvetően tőlük. Úgyhogy ja, de egyébként az úton minden, mondom, minden teljesen rendben volt. Ezen kívül ez egy kellemes élmény volt, hogy egy ilyen kis mókás pilóta volt. Talán úgy mondom, itt nem rohangáltak a sztjuárdeszek egyáltalán sem erről. Itt ültek becsatolva. Csak nekik tudod, a 8 pontos van. Igen. Azért, hogyha meghalunk, akkor tudjanak segíteni. Igen. Ez egy nagyon kedves sztjuárdesz elmesélte nekünk. Igen, emlékszem, azt hiszem, Berlinbe mentünk, és a legeslegelől ültünk, srácok, legeslegelől az első sorba, és velünk szemben ugye ülnek a sztjuárdeszek, és a magyarok voltak, és így kérdeztük, hogy miért van olyan sok pontos biztonsági évük, és így mondták, hogy azért, mert ami meghalunk, akkor így tudnak segíteni. Annyit mondtak, igen, hogy prioritások. Prioritások. Vannak prioritások, és így baszki, basza. Igen. Jó. Nagyon kedves volt egyébként ez tőlük, de na, ez ilyen. Igen. Ez ilyen. Egyébként igen, ezt kérdeztétek egy csomóan, most 2 óra 25 perc volt az út egyébként, az oda, a visszaút, ez 2 óra volt, mert volt megint szél, ami nagyon jó. Úgyhogy gyakorlatilag így volt kiegyensúlyozva a dolog, nem egy nagy valami, az viszont gusztustalan, hogy gyakorlatilag ugye kocsival Budapest az még mindig annyi, mint a Budapest-London, de ez van. Nem volt egyébként semmi gond, mert nem volt túl késő, amikor azért értem, valamikor 9 után értem haza pénteken Debrecenben. Kimaradhatott volna egyébként a kisáruszállító kiégése az M3-as autópályán, mert egy fél órát azért álltunk Bagnál. Oh. Csak hogy legyen teljes a kör. A Bagi lehajtó után valamennyivel kigyulladt az ajószág. El is mentem mellette. Hát maradjunk annyiban, ez egy fehér, valószínűleg nagy tranzit volt, de nem volt fehér. Ez lehet az a tranzit, srácok, akivel én találkoztam. Pénteken? Nem. Pénteken amúgy, nem, ez csütörtök volt, nem, csak viccelek, nem az volt biztos. Mert mi van valami gecitranzitet találkoztál? Ezt meséltem csütörtök reggel, mi volt. Durva volt, itt Debrecenben kemény sofőrök vannak, elmeséltem. Debrecenben nagyon kemény sofőrök vannak. Igen. Gyakorlatilag, tehát kurva kemények az a lényeg. Tehát kettőfajta, tehát nyilván vannak kivételek, de gyakorlatilag kettőfajta sofőr van, itt Debrecenben, mondom, vannak kivételek. Ez nyilván az én szemszögemből mondom, tehát én nem tartozom bele, azért, mert az én szemszögemből nézzük. Tehát tudjátok, amikor gyalogos szemszögben nézzük, akkor nem vagyunk autósok. Jó, hiába van autónk. Tehát ez ilyen. Vannak, akik gyakorlatilag mindentől félnek. Tehát egy cseppesőtől 30 a maximális sebesség Debrecenben tulajdonképpen, hogyha egy 4 sávos úton a bal szélső sávban
vagy jobb szélső sávban megyünk, és a bal szélső sávban jön egy Trabantnál nagyobb autó, akkor le kell lassítani, mert lehet nem fér el. Nagyon fontos. Kanyarodásnál, tehát a 12 km/h az egyetlen biztonságos tempó, amivel nem borul fel és pördül négyet bármilyen kocsi. Igen, ez nagyon fontos. Tehát amikor fordulsz, mondjuk mit tudom, balra, akkor mielőtt bekanyarodsz, gyakorlatilag majdnem állóra fékezel az autót, hogy nehogy 9-et pördüljön, mint a Cobra 11-ben. Mert nagyon durva, mert 35-tel összel egy kanyart, és Suzuki Swift el, érted? 9-et pördül, és csak az alváz marad meg. Úgyhogy gyakorlatilag így vége mindennek. Én azt szeretem, amikor tudod, zöld a lámpa, és leforduló sáv van. Igen. És ott tényleg, és tehát satura, így a kereszteződés közepén így lelassít, és nagyon, mert nem szabad, érted? És betekeni. Ha már érzed a gravitációt, akkor már nem kényelmes az élmény. Érted? Igen. Nagyon rossz. A másik véglet pedig az gyakorlatilag, aki a nagyon ritka, hogy 60-as tábla van a városon belül Debrecenben, és ott 80-nál dudál, mint az állat, hogy mi van, buzi, menjél már. Jaj. Na most ez az ez a fajta ember, aki a dupla zárót is átelőzi, ha ráfékezel, mert én szoktam olyat. Egyébként, hogy mikor a külső sáv tele van, mint a szar, én megyek a belsőbe egy pöpit többen, mint amennyivel lehet, csak azért, hogy jelezzem, hogy azért megyek a belső sávba, és akkor valaki jön mögöttem így, menjél már, az meg, akkor én olyankor rá szoktam fékezni. És akkor olyankor a dupla zárót kielőzik a faszomba balra, érted, és így nem foglalkoznak vele, én meg reménykedem, hogy na most honnan a rendőr? De nincs sehol olyankor, persze. Úgyhogy mindegy, na ezek a csávok vannak még, egyébként ezek kurva kemények, érted? Ezek ilyen kibaszott kemény csávok. Érted? Igen, egy ilyennel fogadtam össze csütörtökön. Az úristen! És szidja a kurva anyádat azonnal, persze, előre, mert tudja, hogy fogod az övét. Igen. Tehát ő szabálytalankodik, és közben ordít ki az ablakon, hogy a kurva anyádat úgy, hogy így hozza rá a kormány, te még semmit sem csináltál, de mert tudja, hogy úgyis színod. Így van, pontosan ez volt. Nagyon vicces, ez a legviccesebb ember. Csak én a gyalogosokra vártam az ebrán, hogy átmenjenek, és nem bírt várni. Nem bírt várni. Üsdel bazzeg. Üsdel a kurva jelbe. Jó volt. Úgyhogy ez nagyon fontos. Egyébként nagyon sokan azt hiszik, hogy bármilyen szinten függ, érted, automárkától ez a dolog. Egyáltalán nem. De ez olyan szinten nem, hogy gyakorlatilag az F asztrások is kibaszott kemények. Persze! Meg a Suzuki Swiftesek, na az. Jó, hát az egy másik. Van. Azért már. De azért ott van ott olyan. Hú. Van. Kisköcsög, ez GS. Igen. Nem az 1003 henger, ez a GS. Takarodjál a faszomba innen, bazd meg. Jó, meg ugye, és minden tiszteletem az övék, a pizza futik. Geci. Na, mondjuk nyomják. Tehát ha tudnátok, hogy érkezik a pizza, több borravalót kapnátok egyébként. Vagy adnátok. Az ez egészen biztos. Tehát első kerék meghajtású, Suzuki GS-sel, csak keresztbe, padlóval, mindenhogy, le a patkán, fel a patkán, leszarom, célhoz érünk. Amúgy tényleg úgy nyomják. Az a legkirebb. Azok kerik, baszki, ott ketyeg az óra. Úgyhogy ott megvan. És azok nagyon-nagyon-nagyon nyomják. Szóval ez egy ilyen kör. De ne foglalkozzatok vele, most nem akarom ismét a sofőröket szidalmazni, ha már Jani már egyszer megtett. Ja, hát én már egyszer. Úgyhogy semmiféleképpen. De ez egy ilyen sztori itt a Debrecenben, de valóban egyébként nagyjából így kell elképzelni a sofőröket Debrecenben, borzalmas, de amikor tél van például, akkor én utálom, a mögöttem jönnek. Hát igen. Mert én nem vezetek gyorsan, én tempózok. Ami annyit jelent, hogy én nem vezetek többel, mint 50-55 itt a városban, de azt hamar elérem. Érted? Meg hamar meg is állok. Na és ebben nem vagyok biztos, hogy ez meg tud történni mögöttem, ha én ezt megteszem. Érted? Nem. És ez egy kicsit mindig frusztrál, hogy most így komolyan? Látom, hogy jönnek mögöttem így. Érted? Hogy most mi lesz? Felvillant a féklámpája, úristen! Letaposom és imádkozok, érted? Valami félelmetes. Tényleg vannak ilyen sofőrök. Igen. Egyébként nem mondom őszintén, és most még egyszer szeretném kihangsúlyozni, srácok, hogy én nem azt mondom, hogy én tudok vezetni. Én nem azt mondom, hogy én tudok vezetni. Ez nagyon fontos. Viszont szinte biztosan állítom, hogy az autópálya kultúra, ahogy ugye megvan, és most lesznek, akik egyetértenek, lesznek, akik nem, de tudjátok, akinek nem, inge, ne vegye magára. Az autópályán a baleseteknek, a problémáknak, a dudálásoknak és a villagásoknak a legfőbb okozója az, hogy az emberek nem tudnak autópályán közlekedni. Tehát az, hogy gyakorlatilag ugye, vannak, akik tudnak, de nagyon sokan nem. Tehát az, amikor egy dugó alakul ki, ugye, és mindenki vészvillogózik, és még akkor is meglepődünk, hogy 140-ről nem úgy már meg az autó, mint 50-ről. Érted? Tehát, hogy megnő a féktáv, hello! Érted? Nem az, hogy hallod magad mögül, hogy érted így? Haverom, hát kibasztam a izzét, az azt jelenti, hogy kurvára meg kell állni, érted? Tehát ez valami iszonyat. A féktávolság betartása. Amikor felszakadozik ugye a dugó,
akkor utána azért még egy ilyen 15-20 kilométerig múlik szégyen. Hiába mész 140, 150, 160 és villogod le az anyjába az összeset, nincs hova lehúzódni, hello. Ja. Érted? Amikor bejön ennyire a seggedbe valaki, érted? Ja, ez utálom. És akkor azon gondolkozol, amikor annyira seggedbe van valaki, így egy pillanatra, hogy mindenkinek megfordul a fejébe, hogy geci, rájt a fékre a kurva anyádat. Hát amúgy igen. Komolyan mondom. Tehát, hogy ott jön mögötted, bazd meg, ennyire, azt villog. Két lába beletaposok, azt megnézzük, mi lesz. Érted? Szerencsére. Rohadjál meg! Úgyis te fizet. És ugye a végén ezek csinálják azok azt, hogy a leállósába mennek. Jó, meg hát a leállósába. Na, azokat basszív, tényleg. Na, mindegy. Tehát, srácok, az autópályán vezetni nem bonyolult. Tudom, hogy nagyon óvodás dolog, és tudom, hogy ez a lehető legnem menőbb, mikor az ember kocsival csajozni akar. De a sebességhatár betartásán kívül, az autópályán, mondom, a legfontosabb, a legeslegfontosabb szabály az az, hogy azért viszik fel az embert pályára, míg tanul vezetni. Tehát meg kell szoknotok, hogy azon a sebességen minden másképp működik. És tudom, hogy kurva unalmas vagyok. De ha csinálsz ilyet a kormánnyal 50-nél, akkor tök gyorsan ki lehet kerülni valakit. Ha 140-nél csinálsz ilyet, akkor meghalsz. Ez nagyon fontos. Jó eséllyel. A másik, 50-nél a féktávolság egészen más, mint 140-nél. Higgyétek el! Bármilyen autó. Nagyon durva. Tehát iszonyatosan figyelni kell arra, hogy viselkednek körülötted az autók, és előzékenynek kell lenni. Ez nagyon fontos. El kell engedni a másikat, nem szabad kecének lenni, mert abban mindig csak a baj van. Úgyhogy, ja. De mondom, ezek unalmas dolgok, én ezeket csak azért mondom el, hogyha valakit meg tudok győzni egyet a nem tudom hányból, akkor mindenféleképpen meg kellene győzni ezzel kapcsolatban az embereket, mert mondom, az a gond ideális esetben persze, természetesen. Tehát gyakorlatilag ugye az a lényeg, hogy ha bármelyiket nem tartjátok be, azzal nem csak magatokat, másokat is veszélyeztetek, akadályozzátok a forgalmat, problémákat okoztok, stb. Tehát, srácok, ha mindenki betartja a sebességhatárt, jobbratartási kötelezettségében élve halad az autópályán úgy, hogy akkor előz, amikor szüksége van rá, és egy köcsök paraszt jön a belső sávba 180-nal, villogva mindenkit, mint egy vadbarom állat, optimális esetben az előzőket, akkor abból az egy emberből van a probléma. Ja, persze, persze. Érted? És ő kurva nagy problémát tud okozni azzal, hogy egy fasz. Értitek? Na most, tehát egy is elég hozzá, én csak azt mondom, hogy rohadtul kell figyelni, mert egyből látod, hogy múltkor jöttünk haza, olyan köd volt, mint a büdös kurva élet, értitek? De olyan rohadt köd volt, mint a büdös kurva élet, és látszott az emberek, hogy mit művelnek. Jó, jó. Én mondom, én azért vezetek úgy, mint egy állat, mikor köd van, de tényleg, hogy takarodjon körülöttem mindenki a faszomba. Nem bírom elviselni se azt, ha előttem mennek, mert nem tudom, hogy mikor jön rá, hogy az egyik ködgombolyagra azt hiszi, hogy mit tudom én, egy csodaszarvas, és tapos bele a fékbe. Vagy mögöttem, ha nekem kell fékezni, hogy meg tud állni. Ez engem frusztrál, mind a kettő. Ezért így. Go! Mert szerintem nincs annál veszélyesebb, mint mikor egy bizonytalan ember mögött néz. Ennyi. Mert az, hogy én mikor köd van, akkor gyakorlatilag ugye a fülemből is szemem nő. Érted? Olyan szinten vagyok rátapadva a szélvédőre, érted? Az infravörös letapogató rendszerem olyan bazd meg, hogy a T-800 az egy kula. Ahhoz képest, hogy néztem meg, hogy jó lesz-e rá a kabát, de most komolyan, tehát nagyon durván. De mert tényleg kibaszottul figyelek, és nagyon ügyelek arra, hogy mi van. És tudod, az embernek az jár a fejében, hogy mi van, hogy a másik nem? Hát, ez benne van, igen. Ha? Mikor mentek a belső mellé, érted, 130, hogy menjünk innen a faszomba, meg fogunk halni, érted? És az előtte névő ember ez a 130, áll, fél az asszony, fél 90-ig. És így, én meg így... Főleg a belsőben. Én meg így felcsavarodok hátuljára, ugye, hát most mondjuk ilyen zsugarfóriában az arra csinálunk az asszonyból, meg belőle is, mert ez van. Érted? És neki ettől jobb, hogy most már 90-nál megy. Mert ő úgy döntött. Tehát ezekre nagyon kell figyelni. Ezekre nagyon-nagyon kell figyelni. Úgyhogy ez nagyon fontos, de örülök neki, hogy letisztáztuk ezeket a dolgokat. Letisztáztuk. Srácok, kérdeztem Janit, hogy most hogy alakulnak a dolgok ezekkel az információs, notifikációs dolgokkal, és ugye abban egyeztünk meg, hogy amint megújul a Happy Hour, akkor vezetjük be az új szabályzatot. Mm-hmm. Úgyhogy itt van, Mr. Godzilla-nak köszönjük a 11 hónapot, Lasli köszi a 2 évet, Kincsaki köszi az 1 évet, nagyon köszi, srácok, álltok vagytok. Josie köszi szépen a cheert, meg szia, nagyon köszi, Zsombor köszi a baszott támogatást.
Az igen, most költözöm haza, üdv itthon. Gábor Erdei, köszi a 2 hónapot, Marcan, köszi a 4-et, Disznó, köszi a 19-et, Riddle Lader, köszi a 7 hónapot, Robcsi, köszi a 18-at, Mr. István, köszi szépen a 2 hónapot, Mr. Simon István, I know. Apoth, köszi szépen a 3-at, oh yeah. Oh yeah. Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik. Apothnak rendkívül tetszik a kutyár is. Na. Fabogzsi, köszi szépen. Mondasz valamit, Fabogzsi. Bertike, azt mondja, felénk a mondás, igen, agresszív az körge. Ó. Oh. Kalap, köszi a 27 hónapot. Godwin. Igen, ez a legtöbb esetben gond. Biló, köszi a 25 hónapot. Micsu, köszi a 14-et. Vargapik, köszi szépen a támogatást, haver. Ez mi ez? Ó, fényképezetek egy tigris szobrot. Nagyon állat. Pepsi, köszi a 17 hónapot. Johnny Van, köszi a 2-t. Sponkanari, köszi a 7 hónapot. Szemci, köszi szépen a 7-et. Mirdin, köszi szépen neked is a csírt. És köszi Silas Greaves a 2 évet. Köszi. Oh my god. Egy vidéki szürtes. Üdv neked. Köszönjük szépen, srácok, állatok vagytok. Szóval. Spoiler a szabályzatról, please. Elmondtuk mindent a szabályzatról. Haver, nem voltál itt, lemaradtál. Offos, kész, vége, ban. Kizárunk a klubból, véged, viccelek. Mr. Godzilla, oh yeah. Ja, igen, a másik dolog. Igen, ez egy nagyon igazság. A másik dolog egyébként az előző kamionok. Vannak ellenvélemények ezzel kapcsolatban. Nekem is van olyan barátom, aki kamionozik, és ő is nagyon sok esetben azért fel tud szólalni egy olyan ellen, amikor egy faszopó autós azt mondja, hogy ő azért késett 5 percet valahonnan, mert 2 kamion előzte egymást. Tehát ezért ez nem pont úgy működik minden esetben, mint ahogy a sofőr gondolja, hogy neki mindent lehet, másnak meg semmit sem. De a... már is nézem a Spectrophotometer. Oh my god! De wow, kibaszott jó lett! Cool, nagyon cool. Szépen köszönjük, haver! Nagyon-nagyon szépen köszi! Ez állat lett! Ez állat lett! Szóval, igen, időben kell indulni, ez nagyon fontos. Még egy dolog. Srácok, még egy dolog. Az autópályára, és utána abba hagyom. Tehát... tudom, hogy kiírják a biztosítók is nagy táblákra, hogy reklámozzák magukat, hogy közben magad meg ne menjél gyorsan, meg minden, és hasonló szöveggel éltek. Számoljatok, srácok. Beszéltünk már erről, számoljatok. Nem éri meg még 160-nal menni se. Oké? Okay? Ezt már számoltuk nagyon sokszor. Igen. Tehát az idő. Tehát gyakorlatilag te. Tehát itt vannak a siető emberek, értedek? Ebben semmi logika nincsen. Ez a világ egyik legnagyobb fassága. Értedek? Ha lenne a világ 7 legnagyobb fassága, mint a csodák, tudom, akkor gyakorlatilag ez lenne az egyik. Mikor az ember siet. Tehát nem tudom, hány percet spórolsz mondjuk egy Budapest-Debrecenen, ami egy ilyen 225-230 kilométer, hogyha 140 helyett, ami ugye még éppen belefér a 130-as sávon, vagy amikor 140-re visz, akkor meg inkább ilyen 136 óra szerint, na mindegy. Tehát vannak jó hirdető táblák, így van, alig nyersz valamennyi időt. Cserébe ugye kockáztatod az egész autópálya, minden résztvevő járművének az életét, vagy a benne ülőkét, meg a sajátodat. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ennél nagyobb fasság nincs. Tehát az, amikor 8-7-6 perc különbségért, hogy érsz haza, te felvállalod egy személyben azt, hogy akárkit képes vagy megölni az autópályán, meg magad is, 6 percért, ennél nagyobb fasság, ne arra, szerintem nincs. És ez ugyanúgy vonatkozik azokra, akik ezt nem autóval csinálják. Srácok! Ja. Csak felsétáltak a belvárosba, Debrecenbe, és fogtok látni reggel 8 óra környékén biztos olyan hölgyet per urat, aki az összes gyalogátkelő hely piros lámpáján áthalad. Ja, persze. Na most, például a 60 utcán, vagy például a Széchenyi utcán lévő lámpák egyébként nagyon max 70 másodpercesek. És van belőlük 2-3 belvárosig. Az azt jelenti, hogy mondjuk, mit tudom én, ha mondjuk másfél percet számoltok, akkor egy ilyen 4,5 perc maximum, amit meg tudtok spórolni azzal, hogy átmentek a piros lámpán. Érted? De ő siet. Tehát, mérlegeljük már ezt a dolgot. Mi történik, ha elkésel a munkahelyedről? Ami igazi munkahely nem ez. Tehát, lebasznak. Többszörösen lebasznak, mert nem először fordult elő, hogy elkéstél. Esetleg megfenyegetnek azzal, hogy ha ez még egyszer előfordul, akkor azt a bizonyos narkóst. De más azért annyira nem. Tehát 5 perc késésre még senkit nem akasztottak fel. Hát nem. Maradjunk ennyiben. Na most mit teszel? Tehát mit tesz? Ez van a mérleg egyik oldalán. Neked a mérleg másik oldalán az van,
hogy se látsz, se halba átmész a piros lámpán, mert te sietsz, hogy megsporod azt a 4,5 percet. Érted? Amiért cserébe kockáztatod azt, hogy minden egyes zebrán elüt valaki, amiben jó esetben nagyon megsérülsz, rossz esetben meghalsz, és ezáltal vagy ellehetetleníted, vagy örökre, vagy egy nagyon hosszú időre börtönbe záratod azt, aki elütött. És ez, hogy te meghalsz, és tönkreteszed egy másik ember életét, ez neked megéri ez a kockázat, hogy ne szidjanak le. Arról nem beszélek, hogy el lehet indulni időben. Hát igen. Tehát ezért mondom, hogyha lenne a világ 7 legnagyobb fassága, ez lenne az egyik. De most komolyan. Tehát, hogy a rohadt kurva életbe. Hogy valóban ennyi időről van szó. És sok esetben autópályán is ennyi időről van szó. És vazeg, megengedik maguknak az emberek, hogy ennyi idős porlásért ők ezt kockára teszik. Jó, gáz, tényleg gáz. De ez azért elég gáz, nem? Igen, tehát arról nem is beszélek, hogy korábban el lehet indulni. Jó, persze. Kíváncsi vagyok, mi volt ez a fantasztikus ok, ami miatt sikerült 5 percet késni. Olyan meleg volt az ülőke. Maradtam még egy kicsit. Vagy milyen fasz? Na mindegy. Én nem tudom, tehát én nem gondolom azt, hogy sietni egy okos dolog. Srácok, inkább megfelelő időt kell hagyni a dolgokra, hogyha az ember megteheti. Persze itt mindenre van ellenvélemény. Na jó, de hát, hogyha mi van? Vannak helyzetek a világon, amik iszonyú ritkák, amiknél nincsenek szabályok. Mm. Szül az asszony. Jó, hát az... Például mentő nem ér ki jól, mert még ő ki kell jöjjön, nekem meg csak odáig kell elmenni. Érted? Úgyhogy végigpadlózom az utat. Tudom, hogy vannak kivételek, de nyilván most nem erről beszélünk. Nem ezekről a helyzetekről, oké? Okay? Nem. Ja. Ez nagyon fontos. Én csak azt mondom, hogy ez egy gigantikus nagy fasság, egy őrületes, egy megalitikus fasság egyébként, ez, amikor az emberek rohannak. Ja, és ráadásul ilyenben nem lehet velük mit csinálni. Tehát majd olyan, mint az állatok. Ez valami iszonyat. Valami iszonyat. Na, másik dolog, srácok, így információ szinten, bár mondom, tudom, hogy a kedvencetek, mikor a filmekről beszélünk, de... Megnéztem az Üveg című filmet, ezt ki is írtam Twitterre. Igen. Megnéztem az Üveg című filmet tegnap. Igen. Na most, amiatt szeretnék róla beszélni alapvetően, mert tehát nagyon sok sajtóban elég negatívan illették a filmet, abból a szempontból nagyon sokan mondták, hogy unalmas, nem ezt várták tőle, még valaki az alakításokkal kapcsolatban is problémákat jelzett, hogy neki esetet. Tehát összességében egy elég negatív képet festett a review horda. A filmről. És én csak azért szeretnék erről beszélni, mert ahogy Twitteren is írtam, én azt mondom, hogy ez az M. Night Shyamalan, ő nagyon fontos. Én megmondom, hogy szeretem a csávót, vannak nagyon jó cuccai, és van nagyon rossz cuccai is. Tehát egyezzünk ki abban, hogy ez a film egy rétegfilm. Egyezzünk ki abban, hogy a Split és a Sebezhetetlen is, az előző két része is rétegfilm volt. Az se tetszett mindenkinek, nagyon fontos. És én tudom, hogy nem fog mindenkinek tetszeni, de én annyit írtam nektek, és annyit szeretnék nektek jelezni, hogy a negatív kritikák ne... Nekem van egy haverom most, akivel úgy volt, hogy együtt megyünk megnézni. Vele és a barátnőjével a filmet, és azért nem jöttek el. És elmentem megnézni a Creedet, a Creed 2-t, ami szintén biztos egy jó választás, csak azért nem jöttek el, mert hogy annyira lehúzták a filmet. Ami szerintem egy nagyon rossz dolog. És, mert ez a film kibaszott jó, szerintem. De mondom, ez egy teljesen szubjektív vélemény, nekem rohadtul tetszett. Aki látta a Sebezhetetlent, megértette, miről szól, aki látta a Splitet, megértette, miről szól, és ismételten látta a Sebezhetetlenben is, ami nagyon régen volt, és a Splitben is, hogy egyik sem Marvel vagy DC film, ez nagyon fontos. Nem. Az pontosan azt várta, és per kapta nagy részt ettől a filmtől, mint amit attól a kettőtől. Mm. Úgyhogy ennyi. Tehát ezt kell mondjam róla, hogy nagyon jó. Külön szeretném Mr. McAvoy teljesítményét kiemelni benne. Te jó Isten! Te jó Isten! Te jó Isten! Szerintem még a Splitnél is jobban túltolta a cuccot. Tehát, hogy így, na. Tehát eszméletlen jól játszott. Szerintem Bruce Willis is jól játszott, legalábbis ha a karakter tekintjük, ami ő.
Szerintem Samuel Jackson is jó volt, mert ő mindig jó. Ez nagyon fontos. Persze. Ő mindig mindenben jó, még a rossz filmekben is. Ez nagyon fontos. Úgyhogy szerintem egyébként egyben volt a film, szerintem ugye a látvány része is jól volt megcsinálva, ha bár ugye nem erre van kihegyezve maga a dolog. Érdekes volt, voltak benne jó információk, volt benne fordulat, ami nélkül ma manapság nem lehet elképzelni filmet. Nem. Ugye ezt most már megtanultuk a kommentekből és a reviewkból, hogy ez a film, mert nincs fordulat, az szar. És így lett 66 egész valahány pontos a Bird Box, mert nincs benne fordulat. Ez nagyon fontos. Az emberek? Wow. Ilyenek. Kell fordulat legyen benne. Érdek? Kell fordulat legyen benne, nincs benne fordulat, ez alakult ki az emberekbe, ugye? Ezt érte el ugye a fűrész és a többi, amiket én ilyen nagyon imádtam. Most már minden filmben kell fordulat. Érted? Az összesben, amelyikben nincs a szar. Legalábbis ez a közvélemény. Ebben volt fordulat? Úgyhogy nincs semmi gond. Nem is értem, hogy lehet a negatív a kritika. Érdek? De egyébként szerintem jó lett. Szerintem jó lett. És hogy őszinte legyek, a legjobban azt tetszett az egészben, hogy az emberi jellem, meg az emberi hozzáállás a dolgokhoz nagyon jól van reprezentálva a filmben. Azt tekintve, hogy hogyan próbálják befolyásolni ezt a három jó embert. Hát, vagy huszonvalahányat, hogy jobb belátásra térítsék őket, és hogy hogyan gondolkodnak magukról, és hogy mit tud elhinni magáról egy ember. Szerintem ez egy nagyon jó téma benne, és az úgy elég király volt. Durva. Kíváncsi leszek. Én még nem láttam, de biztos, hogy megnézem. Engem is olyan érdekel. Nagyon durva, igen, hogy 18 év van a trilógia részei között. Így van, és az a durva egyébként például ilyen kis részletek, amik ilyenkor egyébként nagyon jól esnek, hogy például Bruce Willisnek a fiát, azt ugyanaz a srác játsza, aki a Sebezhetetlenben volt akkor 5 éves. Vagy nem tudom. Például. És ez a többi karakter is igaz. Úgyhogy nagyon figyeltek erre a dologra. Igen. A Bird Boxban van az elején az anticsavar. Most elszpoilerezem nektek valamit, amit még később lehet, hogy elő fog jönni a csatornáink valamelyikén. De azt tudjátok, hogy melyik az egyik legdurvább ilyen cucc? Az ilyen agyfasz. Az kurva jó. Hadd kérdezzem meg, mert lehet, hogy nem sokan ismeritek. Tehát a John Carpenter feldolgozta 1982-ben a Thing from the Other World című filmet, a 50-valahanyas, és megcsinálta a John Carpenter The Thing, a Dolog című filmet, 1982-ből az megvan az a film? Persze. Nem ferdékony, semmi gond. Megvan. Jó, nagyon jó. Biztos hallottátok már, mert nem fogok spoilerezni. Biztos, hogy hallottátok már, mert ez egy olyan ezeréves történet, hogy egyetlen csak most előjött eszembe, hogy ugye a Bird Box-ban mondták az anti-spoilert, ami ugye elszpoilerezte a filmet. A film úgy kezdődik, hogy egy helikopterrel kergetnek egy husky kutyát, vagyis malamut, mit tudom én, farkas kutya, kergetik a hóba. A norvégok, akik lövik mesterlövész puskával, és norvégul ordibálnak. Aztán ugye a helikopter így a kutyát meg befogadják, és ebből lesz a gond. Na most, mint kiderült, mikor Norvégiában elkezdték vetíteni a filmet, akkor ugye ott feliratozták azt, hogy mit mondanak a norvégok, de hát nem azt meg minden, amiről ugye arról volt szó. És Norvégiában, hogy nézték a filmet az emberek, így közölték ilyen újságírásba, hogy amúgy ezt vágják, hogy norvégul ordibálnak, és gyakorlatilag elmondják a filmet. A film elején. Tehát azt ordibálják a norvégok a helikopterről, ott meg amikor ott mennek, és azt ordibálják, hogy ez a kutya egy idegen, át fog változni, és meg fog ölni mindenkit. Azt a kurva, nem is tudtam. És erről neked mit nézni, hogy halványlőbb fogalmad nincsen, és így... De tényleg ez egy nagyon régi sztori, már srácok. Gyakorlatilag minden alkalommal, amikor beszélnek a The Thing-ről valamilyen formátumban, ezt így elmondják. De ez kurva kemény, hogy állítólag így, mert ugye az a meglepetés a filmben, hogy így, mi a fasz? Aha. Érted? És meg elmondják, tehát, hogy azt ordibálják nekik, hogy ne csinálják, csak ugye ők amerikaiak, és semmit nem értenek belőle. És ez a lényeg, de na mindegy, ez a norvég spoiler, ez egy isteni dolog, és ezért teszem be egy spoilerezésre, hogy ez nagyon király, majd nézzetek utána esetleg. Ez így, de mondom, ez még elő fog jönni. Szegény norvégok. Hát igen, nekik leszpoilerezték nekik a filmet. Mert elszpoilerezték nekik a filmet. De a világtörténelem mindig egy legfájdalmasabb spoiler, az még mindig a Predestination című film, ugye? Jaj, amit ugye időhúrokként fordítottak a magyarok, amivel gyakorlatilag elszpoilerezett a filmet. Ami gyakorlatilag a film, tehát az egész film a csavar. Ja. Az, hogy időhúrok. És... Na mindegy. Hogy a Creed 2 engem nem érdekel-e? Dehogy nem.
Hogy mondtam, én is mondtam, hogy mennyire szeretem a Rockyt, ugye nagyon sok happy hour-ben beszéltünk már róla, a töltete miatt, és a többi. Mutattam nektek azt is, hogy megvan a Rockynak a Heavyweight Collector's Edition-je, a többi, és hogy meg fogom nézni a Creed 2-t mindenféleképpen, csak még most nem adta ki időben eddig. Úgyhogy ez ilyen. Erem Armand köszi a 11 hónapot, itt Baconnek, GG, köszi Norbi a giftet, Durandu köszi az 5 hónapot, Jakon neked köszi a feliratkozást, Attila, ne is mondd az ilyen balesetekhez, főleg, hogy ott voltál. Köszi a 7 hónapot neked, Jandari Norbert, köszi a feliratkozást, Dr. Professor köszi a 16 hónapot, Rotti. Hál' Istennek. Pixel, utolsó gondolat, Nyíregyháza Budapest M3-as GPS szerint végig 140 euróra, szerint 150, kb. 10 percet lehet nyerni. Ó, Pécs Budapest szinten 10 perc, kevés idő, sok üzemanyagért, pontosan. Bandi, köszönjük szépen a támogatást. Köszönjük szépen. Gyeni, köszi szépen az upgrade-et, haver. Nagyon szépen köszönjük a 27 hónap feliratkozást, és az upgrade-et a Tier 2-re, a Tier 3-ra, egy állat vagy. Még szerencsé, hogy nincs több tier. Nagyon szépen köszönjük, Gyeni, a rengeteg támogatást. Robi, köszi szépen a 18 hónapot. Quirinus, köszi a 2 hónapot, szólom neked a 2 évet. Köszönjük. Jó Isten, nagyon köszi, srácok. Pisti, láttad az Edge of Winter film borítóján a te arcod van? Még nem, de mindjárt megnézem. Tanárul közben köszönjük ezt a képet. Nagyon szépen köszönjük, tanárul, te jóságos Isten. Kuvi, neked pedig köszönjük a feliratkozást. Jé, tényleg én vagyok rajta. Ú, de durva, tényleg. Érdekes, érdekes, érdekes. Szóval, ennyit így a filmes részről. Mondom, nekem tetszett az üveg. Én úgy jöttem ki, hogy mondtam, hogy én tudom pontosan, mi nem tetszik az embereknek ebben a filmben. Mm-hmm. Azt várták. Hogy nem Marvel. Vagy nincs benne Thanos. Egy szuperhős filmet vártam. Aha, igen, holott, igen, igen. Holott ez a film, ez arról szól, hogy ezek az emberek, ezeket az embereket megpróbálják gyakorlatilag ilyen szuperhősként interpretálni, de valójában ők nem azok. Uh-huh. És magukról is tudják, hogy nem azok, csak egész egyszerűen nem tudják, hogy mire használják a képességüket, uh-huh. vagy hogy mondjam, de soha nem akart szuperhős film lenni. Ez nem az. Yes. Ez nem az, és ezt tudni kell, mikor beülsz rá. Mert a film egész végig hype-el ugye arra, hogy Úristen, ez egy másik film. Ez egy másik film, ez nem erről szól. Uh-huh. Ez nem erről szól. Az előzőket érdemes megnézni, én azt mondom. Vagy aki mondjuk nagyon régen látta, van pár YouTube videó, ilyen 6-8 percesek, amik így összefoglalják, hogy mi történt eddig. A Sebezhetetlen Borán nagyon sok mindenre nem kell emlékezni, igazából csak arra, hogy Bruce Willis pontosan mit tud. Igen, de az elég állat. Ennyi. A Splitet érdemesen megnézni, mert ott ugye jó tudni, hogy McAvoy karakterének, ki valójában Kevin, igen, hogy neki hány személyisége van, és hogy kik azok, mert az fontos lehet. Nagyjából ennyi. Nagyjából ennyi, de mondom, szerintem teljesen jó lett a film, én örülök neki, hogy megnéztük. Úgyhogy ez nagyon fontos. Baszó Kevin. Igen. Tehát, hogy erre én így nem tudok mit mondani. Hogyha baszó Kevin, baszó Kevin. Gyakorlatilag ugye idénre is rengeteg sok film lesz a moziban, ami ugye érdekes. Annyit még elmondanék filmes szempontból nektek, srácok, csak hogy könnyítsek a lelketeken, mármint bizonyos emberek lelkén. A repülőr megnéztem a Venomot. Hát remek. Gyógyszerre kellett volna adni ezt a pénzt. Gyógyszerkező. Szerintem. Az jobb lett volna. Amiből olyan embereket gyógyítanak, akik ilyen filmeket akarnak rendezni. Na mindegy. Erről ennyit. Nem szeretnék igazából nagyon sok mindent. Nem azt mondom, hogy ez a film egy katasztrófa volt, de... Tehát, hogyha valakinek bármi köze is van a Venom sztorihoz, akkor így... Így ezt a filmet ő nem tudom, hogy hol rakja. Maradjunk ennyibe. Nekem ez a véleményem, mert szerintem ez nem egy egészséges dolog, ami itt történt. Talán Woody Harrelson megjelenése volt az egyetlen olyan pillanat, hogy így ennyi. De a többi az így. Gyakorlatilag így van, tehát ezért is mondtam egyébként, mert ugye
mostanában a filmekkel, kinek mi tetszik, igyekszünk minél több ellentétet kelteni. Viszont a múltkor beszéltünk ugye a véleményekről, meg arról, hogy kiben csalódik. Szerintem, szerintem ez a film nem lett jó. Nekem ez a véleményem róla. És megerősítem a tényt, nyilván még mindig véleményekről beszélünk, amik nem egyeznek meg. Tehát aki azt mondja, hogy Tom Hardy ebben a filmben jó volt, az én nem tudom, hogy látta a többi filmjét. Tehát, hogy így, most így, ha még egyszer végig gondolom, hogy pontosan mit csinált a filmben, mármint így, érted? Tehát, hogy jól játszott, amikor fáj. Vagy a zavart embert játszotta jól. Hát nem tudom. Nekem nem jött át. Tehát nem miatta lett olyan a film, amilyen. Ő biztos próbálkozott, de nem tudom, ez a csávó, tehát konkrétan Tom Hardy ugye nagyon sok szinten túl van értékelve, mint ember, mármint úgy értem, hogy valakik nagyon-nagyon-nagyon szeretik, én is nagyon-nagyon szeretem, és ugye most így hirtelen eszembe jutnak szerepei, amit mondjuk a Mad Max-ben nyújtott, amit mondjuk a Dark Knight Rises-ban nyújtott, mint Bane, hogyha eszembe jut például a, mondjad már, a Tabu című sorozat, ahogyan abban játsza ugye ezt a zavart, ilyen, nem is tudom milyen, ilyen végtelen agresszív, de attól függetlenül belül ilyen őrült zseni karaktert, vagy az őrültet, mint Bane, stb. Mondom ezeket a példákat, akkor azok a legenda, azokban a szerepekben nagyon nagyszerű volt Tom Hardy, és rengeteg sokat hozzáadott szerintem a film, ez még a Mad Max-ben is. Mm. Pedig szerintem egy oldal szövege sincs. Csak mondom. Bronzon, stb. Ahhoz képest ez a Venom, az olyan volt, mint tehén ergatja. Tehát, hogy így, ja, jól néz ki, nem tudom. Csak írt, köszi szépen a 18 hónapot, megnagyobb a kettő, Simon Fimédet, nagyon szépen köszönjük a fél évet. Köszönjük. Köszi, köszi. Sziké. Emlékezzünk meg. Igen, Sziké, erről majd a végén mondok egy pár szót, jó? De köszi, hogy ezzel bejutott a Sziké. Kezdben köszi a 26 hónapot, ír kettőt, nagyon köszi, Castron Originálnak, Gigi a Subgifthez, köszi X-bajnok. Nagyon köszi, Adam Mormont, köszi a 11 hónapot. Duka, köszi szépen. Legrosszabb múzis élményünk életünkben. Szedd össze, jönni egy pillanat. Jenny, köszi szépen a privet. Oh, wow. Oh, wow. Köszönjük szépen. Köszi szépen, Jenny. Igen. Szóval, csak a kérsznek köszi még egyszer a 18-et. Nagyon köszi. Mi volt a legrosszabb múzis élményed ever? De várj, most, mint film, amit a moziban néztem meg, ami a legrosszabb volt, vagy a moziban történt valami olyan, ami nagyon nem tetszett. Nem, szerintem film. Film. Tehát az más téma. Az más téma. Mert olyan volt. Úgy legyen a legrosszabb mozis, hogy elmentem moziban egy filmet megnézni, és borzalmas rossz volt. Fú, basszus. Amúgy az az igazság, hogy nem nagyon szoktam úgy olyan filmet nézni a moziban, amiről sejtem, hogy szar. Igen. És olyan, amiről nem sejtetted, hogy szar, de nem tetszett. Nem az, tehát most legrosszabb mozis élménynek nem kell katasztrófának lenni, érted? Olyan egész egyszerűen, mindenki neked csalódás volt. Gondolkozom rajta, de most hirtelen egy se jött eszembe. Biztos, hogy voltam úgy ilyen. Most nem ugrik be. Komolyan nem ugrik nem be. Nem filmre gondoltál, Duka? Akkor? Újságra? Szanyire? Duka azt mondja, nem filmre gondolt. A moziban. Ja, akkor mozis élmény? Akkor csak arra gondol. Hát milyen más élményed van a moziban? Hát mit tudom én, melletted rútosták a széket. Az élmény? Hát gondolom erre gondol, nem? Nem tudom. Én is azért kérdeztem. De erről már beszéltünk. Erről már beszéltünk, Dukai, ez tény, ez igen. Tény. Igen, beszéltünk már róla, amikor beszélgetnek, elmeséltem az azzal kapcsolatos élményeimet, stb. Úgyhogy erről már volt szó, Duka. De köszi szépen. Maradjunk a filmnél. Amit moziban néztél meg, és csalódtál, hogy rossz. De nem úgy, hogy most nem tetszett a 35. Marvel film, hanem amit vártad, hogy jó lesz, és nem tetszett. Egyszer nem jut eszembe egy se. Egy se jut eszembe? Jani, nem fektetsz ebbe elég energiát. Szerintem. Hát lehet. Csak volt olyan, hogy nincs, nem? Biztos, hogy volt, de most így egy se jut eszembe írtelen. Nem nagyon szoktam nagyon rossz filmeket nézni. Nem nagyon szoktam olyan rossz filmeket nézni. Tehát így... Hát én most nem azt mondtam, hogy rossz filmeket szoktál nézni. Pixel, a 300 második része. Pff. Na, azt nem láttam például. Azt meg se néztem, soha nem is láttam. Az Atyaisten. Atyaisten volt. Én megmondom őszintén, srácok, például nekem nagyon-nagyon fájdalmas élmény, de az ember azzal a legkritikusabb, ami a leges legközelebb áll hozzá.
Én megmondom őszintén, hogy két film volt, nem, egy film, egy, jó, egyet emelek ki, a, ami a közelmúltban volt, és így nagyon bennem maradt. Hogy hát, régebben nem adtak annyira rossz filmeket, vagy más volt az ízlésem, nem tudom. Beültünk megnézni az Alien Covenant-et, és borzalmas. Én tudom, hogy valakinek tetszik. Én olyan szinten vagyok beleásva, beleásódva ebbe az egészbe, a könyvek, a backstory, a minden. Nekem az a mindenem volt, bazd meg. Az egész franchise. És nekem rohadtul tetszett a Prometheus. Nekem is. Ez a Covenant borzalmas volt. Beültem egy Alien filmre, amit Ridley Scott rendezett, amiben lesz Alien, meg a faszom, és úgy jöttem ki, hogy bazd meg! Úgy jöttem ki, hogy beültünk a Galaxis Őrzői 2-re. Igen. Ahogy kijöttünk. 20 perc után. Mondtam, hogy nekem valami kell, most. Double the mozi. És úgy voltunk. Hogy kijöttem és beültünk, és úgy, mikor hazaértem a Galaxis Őrzőjére, emlékeztem, hogy az Alien Covenantra meg már nem. Ezt most komolyan mondom. Szar volt. És az egy olyan csalódás volt nekem, mert annyira imádtam a franchise-t, hogy nem tudom elmondani. És borzalmas volt. Borzalmas volt. Az Alien vs. Predator szintén borzalmas volt. Csak hogy így ezt mondjam. Így példaképpen. Az első AVP film. Jó, a másodikon ne beszéljünk. De az első AVP film. Szerintetek én hogy ültem be gimibe az AVP-re? Úgy ültem be, hogy visszatért a megváltó. Tehát, hogy kész. Tehát holnaptól világvége van. Hogy bekövetkezett a mozivásznon az, ami soha, úgy volt, hogy soha nem fog bekövetkezni. Hogy ilyen nincs a világon, értitek? Úgy ültem be, hogy a legjobb filmet fogom megnézni, ami valaha a Földön készült. Annyira voltam csak hyped az Alien vs. Predatorra. Érted? És nem. Loli, megnéztük az új Predator filmet, és el is mondtam elég bőven a véleményemet a Happy Hour-ben róla. És hát... Ami nekem eszembe jutott most így hirtelen, a Batman vs. Superman. Igen, de azt én egyáltalán nem vártam. Tehát, hogy... Hát én sem, de hogy azt tudta, az moziban láttuk ugye pont egy. Ja, igen. És borzasztó. Tehát az borzasztó, meg a másik az új Thor. Az a... A Ragnarok. Na, én azt nekem, az basszus. Ott ültem a moziba, gyakorlatilag a filmnek a nagy részére az a küzdött, hogy ne aludjak el, és utána pedig annyira kínosan éreztem magam, mert annyira szar viccek voltak benne, hogy hihetetlen. Nem, az borzasztó volt. Ja. Ó, tényleg, Castor Original, nagyon szépen köszönjük az információt, és jó egészséget kívánunk. Ez igen. GG. Igen, jó, oké, figyelj, én megmondom őszintén, hogy én nem vártam semmit. Se a Batman vs. Superman-től, se a Thor-tól. Ja. Semmit az égvilágon. Tehát a nulla alatt vártam, és kaptam. De. Ridley Scott, Jani. Én nem tudom, én nem, valószínűleg túlságosan elfogult vagyok nekem, azért ennyire nem volt borzasztó a Covenant. Rossz volt, de nem azt, hogy túlságosan elfogult vagy. Volt benne Alien, azt jó? Vagy mi volt jó benne? Hát, körülbelül. De nem amúgy. De nagyon érdekelt, hogy a Prometheus után hova viszik a sztorit, és amúgy alapvetően valamennyi, milyen szinten kaptunk sztorit, hogy utána, hogy mi történt. Te ezt vártad a Prometheus után? Hát igen, hogy mi lesz, hogy mi a, igen, a folytatás, olyan faszán lett vége, tudod, hogy kíváncsi voltam, hogy hova megy. Meg hogy mi lesz abból az egészből, ahogy ugye vége lett a Prometheusnak. És aztán végül is valamilyen szinte, csak hát az annyira kevés volt az a történet, hogy inkább adjuk. Milyen történet? Hát ez az, hogy nem nagyon volt semmi. Mi? Hogy a Covenant végén ugyanúgy jönik meg az Alien, mint az összes többibe? Igen. Érted? Hogy van csórikán felmi a űrhajóra, alatt az 2,5 percet kiválják a gecibe onnan. Kiválták, igen. Hagyjál már. Az a film, tudjátok, hogy meddig volt jó? Mikor elmennek a mezőn, érted? A paszba, ott megköpik, érted? Visszamennek a laborba, az a laboros rész, amikor ott van a laborban, és tudod így, ja, akkor most mi van meg, mi történik, és a csaj bezárja a másikat, és nem engedi ki, és minden, és felrobban az egész labor, és ott benn megbaszódnak, az, hallod, az ilyen volt, érted? Feszültség, zene, para, Alien, gusztustalanság, jó Isten, mekkora zsír volt addig a film. Adatok ez, hogy... Igen. Ez az Andrei Osszál. Az nem volt. Daviddel. Az nem. Érted? Az nem lehet csinálni. Nem tudtam, hogy van. Nem tudtam. Mi ez? AI. A durva. ez az Assassin's Creed még. Igen, vagy nem? Vagy mi van most? Adat, bozalmas volt. De nem viccen kívül, az tényleg nagyon rossz volt. Az. Tehát nem sikerült felfogni még, hogy az androidos fordulat témát, azt kijátszották azt a kártyát már egyszer. Érted? Mondom, hogy én ilyen filmbe zongoráztam.
Na mindegy. Szóval erről ennyit, de addig kurva jó volt a film. Hát azért lett ilyen, mert sok nyavajgó hiányolt az Alien-t a Prometheusból. Hát hidd el, hogy nem az volt a bajom az Atanas, hogy benne volt az Alien. Vagy hogy volt benne Xenomorph. Nem az volt a bajom. Vinnip, köszi az 5 hónapot, Pocokiler, neked is köszi az 5-öt, nagyon gazi srácok, és Jack, köszi szépen neked is. Mit? Mit csinál? Nem kell vele foglalkozni. A stúdiológói volt jó. Azért annál jobb volt. Nem. Mert filmnek mondható, én rettenetes, ott az fú. Az a nagyon, tornál jobb volt. Nekem nagyon betett. Eredetileg teljesen más lett volna a történet, attól az, hogyha erre gondolsz, az igaz. Ja. Az igaz. Vannak ilyen filmek, de nyilván az ember, visszatérve az eredeti kérdésre, az ember akkor csalódik a legnagyobbat, amikor nagyon-nagyon vár valamit. Azt kell, hogy mondjam. Tehát az, hogy nem tetszik valami, az nem azt mondom, hogy... Tehát nekem nem egy rossz mozis élménye az, hogyha megnézem az új Predator filmet, és így olyan lett, amilyen. Nekem az nem rossz mozis élmény, mert az elvárásaim majd nem egyenlőségbe állt. Igen, de amikor már nincs is elvárásod, és akkor is akkorát csalódsz, hogy annyi, hogy lehet, amennyire szar. Az a baj, hogy amikor megtudtam, hogy Ben Affleck lesz Batman, akkor én tudtam, hogy ez valami olyan lesz, bazd meg. De valami olyan lesz, érted? Ami kimondhatatlan, érted? Hogy elképzelhetetlen, hogy mekkora egy elmebetegség, érted? És hálás, de az is lett. Én imádtam. Az. Hát emlékszem, amikor megláttuk azt a jelentet, persze tudom, hogy csak egy álom volt, vagy nem is tudom, mi volt az, amikor tehát gyakorlatilag úgy kezdődik a film, tudod, hogy a kútból kihozzák a denevérek. Az durva volt. Ott Pistivel egymásra néztünk, és így nem hiszem el. Nem hiszem, hogy ennyire szar valami, de mindegy, hagyjuk. Persze tudom, hogy sokaknak tetszett, de... Hát persze, hogy tetszett. Hogy ne tetszett volna? Ha nem tetszett volna, akkor ez a világ nem az lenne, ami. Érted? Akkor nem születne annyi Dwayne The Rock Johnson film. A múltkor elmondta egy interjúban, hogy miért játszik olyan sok filmbe. Hát a pénzért. Nem, mondta, hogy me bírja. Me bírja? Mert most még bírom. Kemény. Hát akkor nyomjad. Figyelj, én megértem őt. De én is. Kívül. Érted, de hát most az ki, hát kipumpálja. Most kell nyomatni, amíg lehet. Úgyhogy ja. Teljesen meg tudom érteni. Ajaj. Dante bácsi, ne. Az jó, a szóló film. A szóló film. Most el is felejtettem amúgy. Annyira rossz volt. Ne. Azt nem legyek, légy szíves. Azt már is felejtettem, tényleg. Christian Bale miért nem vállalta a Batman szerepet a továbbiakban? Elméletileg azért, mert azt mondták a Nolan trilógiára, hogy ez így lett teljes, így lett vége. És hogy így elég. És úgy azt hiszem, Bale nyilatkozta is, hogy úgy érzi, hogy benne ennyi volt így a karakterrel kapcsolatban. Tehát, hogy nem tudja már felül múlni, vagy többet adni a karakterből így filmen, és azért nem játsza tovább Batman-t. Erről jut eszembe, Christian Bale jön egy atomfilm. Na. A Vice. Amiben Dick Cheney. Úristen, hogy meghízott! Na mindegy, de... Az nagyon, azt én annyira várom azt a filmet, mert egy politikai film, de nem érdekel, azt rohadtul várom. Az kurva jó lesz, ezt mindenkinek ajánlom. Mert az a csávó kurvára tud játszani, és már a trailerből kijön, hogy így... Nagyon-nagyon jó. Azért kapott Golden Globe-ot. Ja. Szerintem ez egy kibaszott jó film lesz. Itt Dick Cheney-ről leszünk mesélni. Hogy a Solo sokkal jobb volt, mint a Rogue One. Lehet, hogy ők a Batman vs. Supermanes emberek amúgy, Pistiben rájöttek. Minden összefügg mindennel. Hogy lehet ilyen hülyeséget mondani? Ez hogy? Nem. Mi? Hogy mi? Ez van. What? Valakinek lehet, hogy jobb volt. Nem tudom, hogy mi tetszett. Persze szubjektív. Róval jobb volt, mint a Force Awakens. De persze, mondom, vélemények, tehát ezek tök vélemények, és imádom, amikor ilyenek miatt utáljuk egymást, ezek csak vélemények, srácok. Ne foglalkozzatok vele, kinek mi tetszik. Én annyira emlékszem, hogy a végén ugye a csata a bolygón, és a hozzátartozó űrcsata a fent, amikor ugye próbálják kimenekíteni a halálcsillag tervezát, az a 20 perces climax az olyan volt, hogy a végén vettem észre, hogy végigmartam a karfát. Az nekem úgy megmaradt. Elég basszó volt, igen. Aztán ugye erre fel, hogy ugye az izzadó
gyakorlatilag anyagroppantó erővel, ahogy így markoláztam a kartámlát az alatt a jelenet sor alatt, és amikor végre elengedtem, és azt mondtam, hogy azt a kurva, mi volt ez? Akkor jött a véderes jelenet. Amivel gyakorlatilag úgy fejbe rúgtak, geci, hogy leestem a székről, mert hogy konkrétan így elkezdtünk felállni a moziba, mert annyira durva volt, és így, nem tudom, nekem az a film így ezzel így gyönyörűen betette a dolgokat. De mondom, mindenkinek a saját véleménye számít, és nem kell mindenkinek ugyanazt tetszen. Kira Senpai, köszi szépen. Dr. Gingobil, köszi szépen. Hungarorum, köszi a 15 hónapot. Twinzi? Neked az a nagyon kiábrándító, amikor a science fiction-ből vagy a sci-fi-ből hiányzik a sci. Vagy a száj. Amikor egy biológus egy idegen bolygón kesztyű nélkül nyúl hozzá a trutyihoz, vagy az egyetlen ember, aki eltéved a barlangban, az a geológus, és a fém mikroszkópon keresztül a vadonban DNS-t szekvenálunk. Na nem már. Hiányzik már több komolyság. Így van, és nagyon sok esetben egyébként a science fiction-ekben pontosan ez hiányzik. Úgy ez jogos, hogy nem elég tudományos. Mint például az Interstellar, ami egy nagyon-nagyon-nagyon jó film, és én nagyon-nagyon szeretem, de annyira tudományos, mint egy csokoládés keksz. Hány olyan műsor van, amiben ilyen tudósok így elkezdik mondani, így gyakorlatilag végrehajlik a filmet, hogy milyen fasságokat magyaráznak benne. Úgyhogy ez ilyen. Így van a Thanos. Krisztó, köszi az 5 hónapot, és Otaku bugatj. És mindig bugatj. Nagyon szépen köszi az egy évet, haver. Köszönjük szépen. Na mindegy, srácok, mondom, ne merüljünk abba bele, hogy az ízlések hogyan egyeznek és hogyan nem egyeznek. Hál' Istennek annyi film készül mostanában már Hollywoodban, a televízióban, ugye Netflix, Hulu, Amazon, minden szinten, hogy mindenki megtalálja magának valót. Meg. Egy picit lehet érezni azt egyébként, hogy ugye a kínai meg a koreai ráhatás Hollywoodra picit túlsúlyba helyezi ezeket a nagyon buta popcorn filmeket. De egyébként azok közül is van, amit ugye bizonyos élethelyzetekben élvezetes egyébként megnézni, de szerencsére még mindig készülnek egyébként nagyon jó filmek, mind Hollywoodban, mind ugye egyre többször a szolgáltatóktól, mint Netflix, stb. Nagyon-nagyon jó dolgok készülnek, és örülök neki, hogy áldoznak pénzt erre, mert ezek az originál sorozatok és filmek általában azért nagyon elég jól sikerülnek, úgyhogy azok tetszenek nekem is. Én örülök neki, nagyon sokan megkérdezték tőlem, hogy az idén érkező új Star Wars filmmel kapcsolatban, hogy én hogy állok hozzá. Éri közemberben egyébként nagyon sok minden. Érteni kell az irányt, ami felé a Star Wars megy, ami rettenetesen sok mindenkinek nem tetszik egyébként. Tehát minden elszakadás fáj, én ugyanakkor a lelkesedéssel fogom megnézni az új részt idén is, mint eddig. Már hogyha így kérdeztétek. Nagyobb problémám van alapvetően azokkal a fajta folytatásokkal és remake-ekkel, amiket senki nem kért. És például ugye, amit megosztottam veletek, hogy ugye érkezik, de nem beszélünk róla hosszan, mert el fogjuk rontani azzal, hogy beszélünk róla. Jön ugye az új Ghostbusters 2020-ban. Na, például az egy olyan dolog, amit ugye a második rész óta mondanak, hogy jön. Durva cucc, igen. És az például egy olyan folytatás, amit mindenki vár. És kaptunk helyette egy olyan Ghostbusters-t, ami valójában nem is volt. Én ezt nem is láttam, de szerintem lehet, hogy ez így sokkal jobb nekem. Te megnézted amúgy? Én nem néztem meg direkt. Én nem néztem meg direkt. Én belekezdtem. Pedig én nagyon szeretem a régit. Hát azért nagyon kevés film, amit nem nézek végig. Uh-huh. De tényleg, amit kinyomok a faszomba. Josie, Pista védelemű Star Wars filmet láttam? Igen, láttam. Illetve most ugye beszéltünk is a múltkor róla, hogy ebben vannak most jogi problémák. Igen, így van. Akciósok a farkályok, srácok. Na igen. Még egy dolog így a happy hour végére, aztán megyünk a picsával, van még dolgunk ma. Még egy nagyon rövid téma és egy kis ismertető így a hét további részéről. És nagyon gyorsan le tudjuk. Igen, említettétek többen a chatben, úgyhogy mindenképpen megemlítjük mi is. Igen, ugye tegnapi történés volt, hogy ugye Mr. Andy Vajna elhagyta a szcénát. Ezzel kapcsolatban
nyilván, a, tehát aki azt kérde, tehát aki olyan kérdést tett föl, vagy Twitteren, vagy itt a chatben, hogy mi a véleményem arról, hogy meghalt Andy Vajna, ennél nagyobb fasságot még az életemben nem hallottam. Így van. Tehát komolyan, tehát ez gyakorlatilag egy új fokozata a fasságnak, ki kell találni rá egy új szót. Erről ennyit. Láttam az interneten, nagyon sokan kifejtették a véleményüket. Én úgy gondolom, hogy ha meghalt valaki, akkor azt utána már nem nagyon kell rugdosni. Nem. Én így gondolom. Én undorító dolgokat láttam amúgy. Én is nagyon sokan örömöket fejezték ki a dologgal kapcsolatban. Örültek, gúnynevek, stb. Fíreggecik vagytok mind. Meghalt egy ember. Nem szabad ezzel már tovább úgymond foglalkozni. Egy halott embert nem kell bántani. Még egyszer nem fog meghalni. Sok mindent köszönhet neki, sok mindenki. Az egy másik dolog ugye, hogy annak idején ugye Hollywoodban nagyon sok nagyon klassz dolgot csinált, ugye itt kezdve akár a Rambóval, akár a Terminátor sorozattal, ugye James Cameron is külön kifejezte gyakorlatilag együttérzését a dolgokkal kapcsolatban, úgyhogy egy halott embert nem kell tovább bántani, ő már jobban nem tud meghalni. Így van. Úgyhogy nyugodjon békében. Ja. Ennyi az egész. Mert tudom, hogy nagyon sok mindenkinek problémája volt vele, amivel abszolút semmi gond nincs, mert megértem azokat az embereket, akik meg voltak a problémái vele, de akkor is meghalt valaki. Normálisan kell viselkedni, nem mint egy faszopó. Így. Azokat nem szeretjük. Nem. Szóval, ez az egyik. A másik program ismertető, ma délután Jézuson. Ez kurva, ma délután Ace-kombat adni fogunk. Ugye, gyakorlatilag 2007 óta nem volt Ace Combat játék, vagy 2006 óta, borzalmas. Úgyhogy repülős játékkal fogok játszani. Te jó ég, most mi lesz? Te jó ég, most mi lesz? Erre nagyon kíváncsi leszek, hogy fog menni. Úgyhogy majd meglátjuk, ez Jézusom. Ez van ez sztori, ugye? Hogyne. Rendes sztori van. Hát ez inkább ilyen arkádos játék, aha, igen, egy szimulátor. Inkább ilyen arkádos, de nagyon vicces lesz. Elvileg nagyon szép, úgyhogy mi PC-n fogjuk játszani. Nem tudom, hogy láthatok-e már úgy, PC majd február elején fog megjelenni. Aha. Egyelőre Xbox One-on és PlayStation 4-en van kint. Mi PC-n fogunk vele játszani, úgyhogy délután Ace Combat. Készüljetek a hétre, srácok, mert a héten nem elszpoilerezhető, de na mindegy, rezidens gonosz dolgok fognak történni a héten, ez egészen biztos. Az a baj, Pisti, hogy én utólag olvastam el azt az e-mailt. És? Hát én már leszpoilereztem, még a múltkori streamnek a végén. Mit? Hát ezt a rezidens dolgot. Hogy lesz spoilerezted? Hát én mondtam, hogy lehet, hogy lesz. Igen? Csak annyi, hogy utána olvastam el az e-mailt. Mert abban az vagy nem lehet. Azt nem lehet megmondani, mikor. Akkor azt hittem, hogy nem lehet egyáltalán mondani. De lehet mondani, mert... Ja, akkor jó. A rákövetkező nap a release. Ja, akkor jó. Lehet mondani, csak na mindegy. Most már akkor mindegy. Mindegy, srácok, úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok ma reggel. Köszi. Gyakorlatilag találkozunk délután. Megcsinálni a mortálás videót nektek, amivel remélem, hogy sikerült a legtöbb infót összeszedni azoknak, akik kíváncsiak rá. Pingvin, nagyon szépen köszi neked is. Köszi mindenkinek, találkozunk délután. Köszi. Na, szevasztok.